Istenem, sziasztok srácok! Szóval sziasztok srácok, hello, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Sziasztok, és hello. Szóval, ugye szokás, amit minden videó elején elmondom, hogy dobjatok egy lájkot, meg stb. Stb. Iratkozzatok fel, meg ilyenek, de ezt már mindenki tudja, és aki rámegy erre a videóra, és alapból nem dob egy lájkot, az amúgy alapból nem tudom, hogy miért csinálja azt, tehát hogy na azért, na mindegy. Szóval, amúgy egy kicsit ez tényleg fáj a torkom, meg minden, eléggé ilyen vírusos, hello. Nem szerette elmenni véletlenül orvoshoz? Mert? Amit neki át kölgni. Hát igen, és most attól, hogy kölgök, nem biztos, hogy halott vagyok, vagy érti, vagy beteg. Hát nem azért, de itt neki át kölgni, mert hallom, fáj a torka, menjen már orvoshoz, vagy érti. Jól van, oké, na, jól van, akkor a mai program is le van tudva, megyünk orvoshoz, kimegyek az ablakon, jól van, oké, na, szóval. Hello! Na, jó van srácok, mindegy, akkor menjünk az orvoshoz, úgyis itt van mellettünk kb. A kórház, szóval ja, gyors betolakszunk, azt akkor meglátogatjuk az orvosunkat, meg ilyenek, szóval ja! Na mindegy, előbb nem tudtam végig mondani, szóval srácok, dobjatok egy like, sziasztok fel a csatornára, meg minden, ugyanis mindig várhatóak tartalmak minden nap a csatornáimon, ezen is, a Dani Game-en is, a PGT Dani-n, Dani Kalandokon, Dani Minecraft, Kis Kalandjai, mind a 5 csatornán várható majdnem minden nap tartalom, szóval tényleg iratkoztok fel erre is, meg az összesre, és dobjatok egy hatalmas nagy like-ot erre a videóra, meg vigyetek le, tudjátok, hogy akartok még videókat, blablabla, ilyenek, de ez van mindenki ezeket tudja! Na, szóval, menjünk be, Istenem, na, szóval, nincs itt semmilyen izé, mi van itt, karantén, jaj, oda én nem akarok bekerülni, jó napot kívánok! Jó napot, doktor úr, igazából köhögtem, eléggé csúnyán, meg ilyenek, meg egy kicsit rosszul is érzem magamat, és... menjen távolra! Jól van, rendben van, na, szóval igazából... Jó, tudom. Na, szóval, benn voltam igazából, ugye elkezdtem a videózást, meg ilyenek, beköszöntöm és kölyögtem, és valaki erre figyelmeztetett, és mondta, hogy jöjjek el ide orvoshoz. Igazából a kutyám is mondta, hogy jöjjek el, de igazából rá nem nagyon akartam még hallgatni. Ismeri a teljes beszédeket, vagy micsoda? Hogy érted, hogy ismeri a teljes beszédeket? Miért, vagy mi? Hát ez egy nagyon jó tudomány, hogyha meg tudja fejteni a kutya mozgásából, hogy mire gondol, vagy nem tudom. Ja, nem, de úgyis nekem van egy beszélő kutyám, tudja. Nem, nekem a kutyám az nem ilyen mozgó, meg ilyenek. Még egyszer igen? Kérem, már öreg vagyok, öregséggel jár, hogy nem hallok elnézést. Mondom, a kutyám mondta, tehát beszél, hát ilyen ez, most nem tudom miért olyan durva, hogy a kutyám beszél, hát most, na. Hát, várjon egy pillanatot kérek. Jól van, oké, és akkor megállom kint, jó? Rendben. Jól van, na. Ez érdekes volt, srácok, nem tudom mi a baj ennek az orvosnak, de hogy látom, nagyon furcsa az, hogy beszél kis. Na mindegy, érdekes. Mit csinál? Hallgassuk már, esküszöm, kíváncsi vagyok. Na figyeljetek, ide megyünk gyorsan mögé, azt kihallgatjuk, hogy vajon mit fog csinálni. Jól van, hogy hív valakit? Jó napot, pszichiátria. Kéne ide egy ember, mert hát nem tudom, olyanokról beszél, azt mondta, hogy kölg, ami ugye az én hatásköröm, de azt mondta, hogy van valami beszélő kutyája, és hát azzal már nem tudok mit kezdeni, tehát ért ki. Mi van? Köszönöm szépen, viszont. Srácok, van egy elég rossz dolog. Ez jól hallottam, ez azt így, várjátok vissza, mert gyors beszélek velem, ez így. Uram! Jó napot. Most mi a problémája? Tehát most mi a baj azzal, hogy beszél a kutyám? Nem hiszi el, vagy mi? Hát most komolyan, tehát ez kihívni ilyen. Mi most komolyan ez a problémája, és most beszéljen ezért... Beszéljen még, én meghal, nyugodj. Jó, rendben, jó, oké, figyeljen. Jó, rendben, van egy csomó falusi, tehát vannak falusiak, akiket meg szoktam menteni általában nulltól. Null az egy ilyen fekete, sötét ilyen lény, aki úgymond igazából rosszat akar a falusiaknak, meg minden, és már vagy 15-ször megöltem, de mindig újra éled, általában mostanában kisre szoktam kellene. Tessék? Jól van, na, szóval igen, a kissel szoktuk általában mostanában megmenteni, meg minden. Volt, amikor, volt egy csomó olyan, hogy mit tudom én, orvosok erre voltak, és akkor így repülő tucizé lettem, tudtam repülni, meg ilyenek. Repülni? Igen, nagyon sok dolog volt, nagyon sok történt, már több mint, nem tudom szerintem, több mint ilyen 1000 dolog történt velem, na, igen. Na, én önnek ajánlanak egy nagyon jó ébresztő óra. Ébresztő óra? Hát miért kéne nekem ébresztő óra? Hát... hogy felkeljen az álmokból.
De nem álmodom! Istenem, ezt miért nem lehet elhinni? Hát én teljesen az igazat mondom. De tudom már elitrával és tűzi játékkal? Nem! Nem! Mondom, hogy voltam, hogy orvosok elraboltak, beadta nekem mindenféle rossz dolgokat, és tudtam repülni, meg ilyenek. Nehogy már ezt ne lehessen elhinni, ebben mi a hihetetlen? De komolyan! Na. Mindegy, még meséljen az élményeiről. Pillanat, nem diktafonozok ezt. Jól van, oké, na, szóval, hát igazából még mik voltak, srácok? Amúgy nyugodtan írjatok le kommentbe olyan dolgokat, amiket szerintetek még így voltak, meg ilyesmi. Hát, igazából őszinte leszek. Na látok, mik voltak? Mondjuk tegyük fel. Volt egy olyan, hogy mondjuk rendőrnek öltöztem be, volt olyan, hogy tanár voltam, volt olyan, hogy én voltam a tanár. Jó napot! Ő lenne az ember, aki, hát, beszélő kutyákról beszél, valami fekete alakról, aki 15-ször megöltek, ugye tudott repülni. Ha esetleg tudna neki segíteni, akkor én nyugodtan adni. Hát, nem tudom, de erősen ajánlom azt, hogy zárj be valahova. Mi? Üljenek le és beszélgessenek nyugodtan, én addig. Miről beszélnek? De nem vagyok bolond, most miről beszélnek? Hát de... Inger kamránk még megvan. Milyen inger kamra? Mindegy, még beszélgessenek egy picit. Nagyszerű, jól van, oké. Na, igen, hölgyem, miben segíthetek? Tudom mesélni magáról egy pár szót? Van egy beszélő kutyám, van egy null, aki általában mindig rosszakat csinál falusiakkal, én mindig megmentem a falusiakat, blablabla, voltam tanár, voltam már diák. Mit tudom én, mik voltak még? Hú, jártam már a Holdon, elmentem a szemétszörnyet legyőzni, ilyenek. Rengeteg dolog volt, mert... Hát Esetleg fel tudna jönni? Oké, jól van, oké, nem hisznek nekem, Istenem. Na, mit akartok? Mit akartok? Igen, ide be? Jó, jön be, itt tudunk beszélgetni. Remek, gyere ki, Seattle, gyere ki. Oké, rendben, na igen, és most? Halló? Istenem, végre egy őrült el kevesen, megmentettük a világot. Mi az, hogy egy őrült? Na, jó van, hogy kezdve. Szerintem mehetünk haza, még bevásárlunk. Mennek haza. Gyere. Igen. Engedjenek, én nem vagyok őrült, maguk az őrültek, mi az, hogy bezárnak engem ide? Hát figyelj rá, őrült is tudod. És még tovább zárnak, na jó van. Oké, srácok, szóval mennem viszik el nekem a történeteimet, meg ilyenek, ezért bezárnak engem konkrétan, de hát ez nagyszerű. Na jó, oké, hát őszinte leszek, mit kéne csinálni? Felkérjünk hát kist. Hát innen egy őrült már nem jön ki. Mekkora lenne, hogy esküszöm, felhívnám kist, ide lenne és ide jönne és beszélne velük. Na jó, tudjátok mit, én ezt fogom csinálni, jó? Na figyeljetek, én most szépen megfogom és ráírok messengeren kisre. Szépen ráírunk, nagyon jó. Így is van, oké, kis, gyere ide, kórházba vagyok, bezártak a gonosz orvosok. Na, jó van, oké, srácok. Ráírtam kisre, reméljük, hogy ide fog jönni, és végre beszél, mit tudom én, a specifikus pszichológus, mit tudom én, nővel, és akkor talán kiengednek engemből a börtönbe, tudjátok, mi lesz? Ide fog jönni a pszichológus nő, és én nem tudom, be fogom ide zárni. Ez lesz, komolyan mondom, na. Féljetek, megvagyok, hogy kis ide jön, és akkor jelentkezem. Na jó, srácok, remélem, kis, ez kisnek a hangja volt? Ezt jól hallottam? Kis! Hol vagy? Kis! Halló? Kis! Kis! Nem víjog, hanem gyere már ide! Hol van? Ott van kis! Ott van! Kis! Szia! Hol a pszichológus? Hát milyen? Nem tudom, hogy hol van a pszichológus. Csak először engedj már, vagy ki szabadíts már ki. De hogy? Hát nem osztál sárkányt? Logikus, hogy a kutyánál mindig vannak cuccok, érted? TNT. Nem vagy. Az is jó lesz, tök mindegy, csak valahogy szabadíts már ki. Csak siessél! Csak siessél, ahogy kizél! Oké, jó, gyerünk, gyorsan kis! Gyerünk! Aha, aztán megültünk. Jól van, a pszichológus sehol. Kizárt be ide, hát nincs itt senki. Hát a pszichológus, nem tudom, az előbb még itt volt, esküszöm. Aha. Szerintem én visszazárlak. Ne zár vissza. Mi az? Vesztem egy lyukba. Lyukba? Hol vagy kis? Istenem kis. Várjál. Dobok le blokkokat. Nem kell, megoldom. Dobtam le. Na, gyere fel. Gyere gyorsan. Mi? Most TNT-zel? Kis! Miért TNT-zel? Jézusom. Fel akartam magamat. Várjál, megcsinálom. Na, csak gyere.
Inkább gyere már! Gyere már fel! Gyere! És! Na nézzük! Ez nem fog beválni. Nem baj, felépítem magam tényleg. Na, igen, így sokkal egyszerűbb. Na jó, srácok, gyorsan meneküljünk el, mielőtt még bárki észrevesz minket, vagy bármi... Jajajajajajaj. Pékás. Hello. Hello, hát itt a beszélő kutyám is kiszavított. Nézze! Wow, wow, wuf, wuf. Mi? Na, na, kis. Ez nem beszél. De, de, kis! Kis! Wow, wow, kis! Wow. Csináld már! Kis kaja! Kaja! Kis kaja! Katácsi kaja! Na, látja? Látja? Áú! Ne, húfogj, na! Beszélj már kis, te izéjázz itt a izét! Na! Miért? Na! Majd, húf! Látja? Hallotta? Hát, igen. De na. Szerintem csak én vagyok a buta. Igen, maga őrült, menjen szépen a szíjára! Hát ja, szíjára. Maga jó hülye! Látom magán! Ebben a videóban, szóval, ja, sziasztok! Elkaplak!